Szavaztok srácok, Krisz vagyok, itt vagyunk a Mikrovolcon. Nem tudom kinek mennyire ismerős ez a játék, én néha ezen is szoktam játszani, ugye ilyen van ez a sokfajta karakter, különböző karakterekkel lehet menni, és ugye lehetnek benne fegyvereket venni, és így váltogatva lehet lőni egymást. De nekem ez a játék rohadtul tetszik, nagyon sokat játszottam vele, régen, amikor volt az ötti gépem, ezzel játszottam szinte egész végig. Unokatesom mutatta nekem, és akkor így játszottunk. Vannak benne ugye fegyverek, örök fegyvereim vannak. Nekem ugye, mindjárt mesélek kicsit, bővebben, hogy na, van egy fegyvered, azt ilyen elemmel fel lehet tölteni, megfogod, így feltöltöd 1000-ig, és utána lehet fejleszteni. Erőt fejlesztesz benne, amit végig is akarsz, és akkor felfejlődik, egyre erősebb lesz. Van a játékban az, hogy RT. Ez az RT azt jelenti, mint például CMT-en a Premium Pont, szóval, hogy veszel ilyet, és akkor tudsz venni ilyen, hát, hogy mondjam, különlegesebb, értékesebb cuccokat, amik eleve erősebbek. Nekem például van ez kuponos. A kupon az megint más, a kupon az olyanból van nekem 43, azt nem lehet venni, azt RT-ből a pörgetsz kapszulába, igen, a kapszulába pörgetsz, úgy tudsz, mi a neve élni? Na, úgy tudsz kupont szerezni, és a kuponos fegyverek a legjobbak, tényleg a leges-leges legjobbak, nagyon nehéz szerezni ilyen fegyvereket is, vagy ilyen kupont. Tényleg, nézzétek meg, nekem például ilyenem van, ilyen Zeus az egyik karakteremben, ugye nekem ez a legjobb karakterem, ez tiszta kuponos, mondjuk azt, csak még az MG-t kell fejlesztenem benne. Ha szeretnétek videót arról, hogy játsszak ezzel a játékkal, azt írjátok meg a kommentben, mindenképpen lesz róla a videó, hogyha akarjátok. Én nagyon szeretem, na de igazából ez a videó most az ilyen nyitogatásról fog szólni. Ugye van ilyen RT Hammer, ezt is pénzért lehet venni, és a Rainbow Hammer, ezt is pénzért lehet venni, ugye RT-ért. Én most a videóra készültem nektek egy pár nyitogatásra, nézzük mi lesz. Ugye hasonlít a Cségó a ládanyitáshoz, csak itt most mikrovolcos dolgokba gondolkodunk. A kupon nagyon jó lenne, coin is nagyon jó lenne, coinon lehet kapszulát pörgetni, ruhák már mind megvannak. Fegyver, hát igazából nem kell úgy más. Na nézzük, első 10.000 MP. Második, arany. Az, hogyha elmondom nektek, hogyha arany pörgettek, akkor egy örök fegyver lesz. Én például kaptam egy Golden Truck Hit Modi Unlimited-et. Az is már megvan egy jó párszor. Ó, kupon! Ez az! És itt lehet, hogy 3 vagy 5. És 5! Ez az! Ez az! Ennek én nagyon-nagyon örülök. Na, nézzük az RT Hammereket. Ebből nem tudom hány darab van. Így most, de nézzük az elsőt. Francba. Ebből általában mindig az aranyak a legjobbak. Megint haj. Az a baj, hogy van már hajam, meg ilyen általában ilyen cuccok. Ami jó jönne, ez nagyon jó. Ez 100 kupon. De ez jó lenne. Hát a többi meg annyira nem érdekel. Igazából. Mert már nagyon jó, sok jó cuccom van. Úgyhogy ja, na nézzük. Semmi jó eddig. Basszus, ez se. Most azt sem a közepébe. Az örök volt. Ez az. Ezeket el lehet adogatni. És kapunk ilyen játékbeli pénzt, ugye, amit meccsek után szerzünk. De ha szeretnétek, hogy bemutassam nektek ezt a játékot, akkor írjátok meg kommentbe, és akkor meg be fogom nektek mutatni. Többet mondok róla. Na, akkor te folytatjuk, nincsen. Ez az, ez kellett most nekem. Ez az, az nagyon jó. Itt vannak a ruháim amúgy. Ez az, ez jó. Kibontjuk ezt az MP. Ez ilyen simat néz. Ezt eladjuk. Jó sok pénzem van, úgyhogy. Ja. MP-t kapunk, nem. Ez is csak 30 napos. Mondjuk ott lehet, hogy már van egy örök. Semmi jó, mindig ugyanazokat kapom. Az is örök volt.
RT-ből RT. Egy, ez az! Lancba. A szar. Az nem jó. RT-ből RT. Nem lesz elég, basszus. Most közepéből. Na. Ez az! Mondjuk lehet, hogy ma az is megvan. Nem tudom. Ezek az ilyen jobb fajta fegyverek. Úgyhogy, ja. Na nézzük. 30 napos. Jó, most az jó, mert abban kaptam öröket, és már csak az hiányzott, szóval... Ezt ki is fogom szerintem cserélni. Ezt kibontjuk. Ó! Hát... Elmegy. Ó, sok kicsiből tudunk egy nagyot. Jó. Na. És... Örök szárny. Semmi jó. Na, gyorsan adogattam így mindent. Meg minden. Nyissuk ki az utolsó hármat. Ez nem jó. Ugye, ez ilyen igaz játékbeli pénzért lehet venni. Úgyhogy ebből nehezebb ugye jót nyitni. Ezt legalább be lehet adni. Na. Ezt is. És hát ezeket kaptuk. Ebből ami kell nekem az ez lesz. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ennyi lett volna a videó. Ennyi lett volna a videó. Ha szeretnétek még ilyen nyitogatósat, akkor azt írjátok meg kommentbe, vagy ha erről a játékról szeretnétek bemutatót, vagy hogy játsszok vele, azt is írjátok meg nekem. És hát, egy kicsit a végére beteszek egy ilyen bemutatót, hogy milyen a játék. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!